Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit az előző videóból sejthettetek már, hogy készül, ugyanis a mai napon meg fogom nektek mutatni az újdonsült kis sminkes sarkomat, vanitymet, fésülködő asztalomat. Nagyon régóta le vannak mentve Pinterestre azok a képek, amit tudom, hogy neked is le vannak mentve a telefonodban, ne is próbálj meg tagadni. És végre eljött az idő, amikor megvettem magamnak, és összeszereltem, és nagyjából berendeztem. Ezt így szeretném elmondani, hogy nem végleges semminek a helye, viszont szerettem volna megmutatni nektek egy viszonylag kezdetleges állapotban. És az idő során, ahogy esetleg bővül a kollekcióm, vagy beszerzem még azokat a dolgokat, amiket szeretnék ide elhelyezni, folyamatosan frissíteni fogom ezt a videótípust, és akkor láthatjátok, hogy hogy érem el az álom sminksarok célomat. Aki látta az előző videómat, az tudja már, hogy miről van szó, úgyhogy ha nem láttátok az előző videómat, akkor itt csekkoljátok le, de most. Nagyjából a helyzet így néz ki. Itt van egyébként mellette az ágyunk, itt van ugye az én oldalam, látjátok a kis szikretes könyveim, és egy fantasztikus kép rólam. De most ez itt nekünk a lényeg, méghozzá. Ez a két darab, ez új, azt már régebben vettem, úgyhogy nem is vagyok biztos az árában, de ilyen 30 és 40 ezer forint között volt. Ez biztosan 40 ezer forint volt, és ez a kis kiegészítő pedig 12 ezer, és ezt csak azért mondom el, mert már most nagyon sokan kérdeztétek tőlem. Úgyhogy gondoltam jobb megelőzni a kérdéseket, és elmondok nektek mindent, amire kíváncsiak lehettek. Van itt egy nagyon cuki kis virág az asztalon, ami már haldoklik, viszont szerettem volna még egy kis szépséget becsempészni ebbe a videóba. Maga ez az asztal egyébként viszonylag nagy, tehát 60 centi a mélysége, ami pont elég arra, hogy ezt a kis cuccot, ahogy rárakom, még bőven marad helyem. Ami azért fontos nekem, mert ahogy látjátok, itt van a laptopom, és általában itt szoktam vágni a videókat, egy hete van meg az asztal, tehát amióta ez megvan, azóta itt vágok, de ez így nagyon kényelmes, hogyha kell, akkor ki tudom húzni, hogyha nincs rá szükségem, akkor viszont teljesen el is tudom bújtatni, és bármi más tudok itt csinálni ezen a kis részen. Ezen kívül folytatnám azzal a résszel, amit nyilván ti is láttok. Itt van két tükör, az egyik egy megfordítható nagyítós, a másik pedig egy sima kis tükör, ami egyébként hivatalosan világít is, viszont annyira kevés fényt ad, hogy inkább csak jól néz ki, mint hasznos. Itt van a két ecsettartó kis bödönkém, nem tudom, hogy minek hívjuk ezt hivatalosan. Ebbe vannak, látjátok, a nagyobb arcecseteim, ebbe pedig a szemecsetek, minden, ami van. Ez a két tartó, ha jól emlékszem, egyébként Pepco, de nem vagyok benne biztos. Ezt pedig direkt ide hoztam nektek, nincsenek meg a lábai, vagyis valahol biztos megvan. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy milyen parfümöt használok, ezt a Scandal parfümöt imádom most, de szerintem ezt ti is meg tudjátok mondani. És akkor végre kezdjük el, hogy milyen fiókjaim vannak. Nagyon izgi volt összerakni, iszonyatosan élveztem, de szerintem ezt vártátok, tehát ez sejthető volt. Az első fiók az egy inimini kis fiókocska, amiben tartom igazából az összes olyan dolgot, amit hogyha e-mailezek, vagy nem tudom, inspirációt keresgélek a neten, akkor hasznos lehet. Egy kozmetikus tervezőfüzet. Aki nem tudná, vagy elfelejtette, február 1, 15 és 29-én fogok kozmetikázni abban a hónapban. Úgyhogy, ha szeretnétek bejelentkezni, akkor azt ezen az e-mail címen tehetitek meg, amit megtaláltok a leírásban, és nagyon-nagyon sok szeretettel várok mindenkit. Fantasztikusan király arckezeléseket találtam ki erre a hónapra, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor dobjatok rám egy e-mailt, és ott minden részletet meg tudunk beszélni. Ezután van a rendes tervezőm, amit a saját kis életemhez használok. Van itt egy számlatömbünk, a kis bélyegzőm, két toll, és a szikretes füzetem. Tökéletesen beleférnek ebbe a pici fiókba, nincs is több helyre szükség igazából azoknak. Úgyhogy lépünk tovább a következő fiókra, amiben csak az Uplift rollerem van. Ugyanis ezt a helyet talán még tartogatom az új dolgoknak. A helyzet igazából az, hogy jelenleg éppen elférek abba a szekrénybe, viszont úgy érzem, hogy nem sokáig fog már ez ilyen egyszerűen menni, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy van ez a két nagyobb fiók alul, ami jelenleg még üres, viszont lehet, hogy kicsit át fogom rendszerezni ezt az egész helyet, de inkább megmutatom. Tehát van itt egy fiók, ami full üres, és ez egyébként, hát jó, mély, annyira nem nagyon, meg nagyon kis keskeny, viszont lehet, hogy ide a rúzsokat át fogom költöztetni.
vagy valamit, de ebben még nem vagyok biztos. És van itt egy fiók, amiben látjátok, két tükör van, és három nagyon random rendszerező kis kosárka. Nem tudom, néztétek-e már bárhol igazából, AliExpressen, eBay-en, Amazonon ezeket a kis rendszerezőket, ami direkt sminkhez van. Ha tettétek, akkor remélem, hogy ti is annyira meglepődtetek, hogy milyen iszonyatosan elmebeteg módon drágák, mint én. Viszont ha nem tettétek, akkor ne is biztos, hogy nézzétek meg, mert hát én rendesen dobtam egy hátast ahhoz, hogy ez az egész szekrény, meg az asztalon lévő és az esetlegesen asztalra pakolt sminkjeim is el legyenek pakolva olyan rendszerezőkbe, szerintem, hogyha egy ilyen 100-200 ezer forintot mondok, akkor közelítőleg ott vagyunk. De őszintén megmondom, hogy én nem érzem magamban a késztetést, hogy ezt annyira ki szeretném fizetni műanyag kis tárolókra, úgyhogy egyenlőre maradnak a színes és keszekusza kis kosárkák. Ezután szeretném egyébként megemlíteni, hogy amikor ezt a kis setupot ide beraktam, rendesen volt egy 5 perc, amikor leizzadtam és bepánikoltam, hogy te jó ég, az egészet elrontottam, és semmi nem lesz jó, és vége a világnak, mert azt hittem, hogy nem fog beférni, és megmutatnám nektek, hogy hogy fért be. Tehát pont ennyi hely van közte, és pont annyi, itt egy sneak peeket fogtok látni, hogy éppen az ujjam még ide befér. Tehát, hogy lényeg a lényegben, kop, de tényleg, ennél egy centivel, ha nagyobb lenne valami, akkor borulna minden. És akkor lássuk, hogy hogy néz ki ez a kis csoda. Ezt elmondanám gyorsan egyébként, hogy minden IKEA-s és minden az Alex sorozatból van, ezt az elején elfelejtettem mondani. Ez egyébként egy ilyen irodaszekrény kollekció, de ha bárki nézett már Pinterestet, akkor tudja, hogy ez a sminkes setup. Tehát az első fiókunk, van itt egy Iridina szemcsepp, ami egyébként nagyon-nagyon jól összehúzza a vérereket a szembe, úgyhogy ha valaki nagyon szép sminket szeretne csinálni, és nagyon piros a szeme, akkor ez egy fantasztikus kis szemcsepp. Ezen kívül itt vannak az egyes szemhéjfestékek, amik ilyen nagyon random, ez ugye pigment, ezeket egyébként imádom azóta is. Vannak itt olyanok, amit nem használok, vagy még szeretnék esetleg valami videóhoz használni, de gőzöm nincs, hogy mihez, úgyhogy ha bármi nagyon jó sminkes videó ötletetek van, akkor azt a komment részletbe írjátok meg nekem. Látjátok egyébként, hogy ez egész üres, viszont nincsen olyan sok szemöldökös cuccom. Abba lehet egyébként, hogy egy kicsit újítanom kellene. De ez a fiók, ez jelenleg így van készen. Itt minden szemöldökös cuccom, ami van, itt van. Ceruzák, ilyen kis pomédek, nem tudom, hogy ennek magyarul van-e neve, a por, a lehúzható tetkó, tényleg minden. Ezután a következő fiók, az már egy kicsit rendszerezettebb helyzet. Itt van minden fixálóporom és púderem. Itt vannak a pirosítók, a legnagyobb a természetesen vannak a highlighterek, és oldalra szorultak ki sajnos a bronzerjeim, amit nem tudom, hogy meg tudnék oldani máshogy, de jelenleg ez a legrendezettebb mód, ahogy lehetnek. Látjátok, itt vannak a Kylie-sok, itt hátul is, ezen kívül Jeffree Star, Physicians Formula, Inglot, ez még a 100 forintos, megint Inglot, ez nem is tudom micsoda. Ugyanúgy fixáló porból igazából, Jeffree Star, Karaja, Sephora, Elf, Müller saját márka, minden van, pirosítóból is egyébként. Ezután jön egy kicsit káoszosabb fiók, ezt nem tudom, hogy tudnám-e rendezettebben tartani, ugyanis itt vannak a műszempillák, a művér, a ragasztók, az arcfestékek, a szemhéjceruzák, a kontaktlencse, amit nem tudtam használni egyik Halloween sminkemhez se, pedig nagyon szerettem volna, és van itt egy csillámpaletta, amiből szerettem volna videót csinálni, de az azóta is elmaradt. És természetesen fél pár műszempillák, amit valahogy mindig elhagyom. A legjobb párnak mindig elhagyom a párját. Értitek, remélem. Itt egyébként van egy csomó csillám, szemhéjfesték, szemhéjtús, ilyen, bevallom, ez tényleg egy kicsit káosz. Ezután jön egy megint viszonylag üres fiók a korrektorjaim.
Itt pedig vannak a szemhéj előkészítők, ezek ugye mind primer. Van itt két tus, és van egy csillámragasztó. Ez pedig a Karajás Color Correction kis paletta. Ez is egészen üres, de nem bánom, ha van egy kis hely. És akkor következik az igazán izgi rész, ugyanis ez az egyik kedvenc fiókom, ezek azok a paletták, amiket talán mondhatjuk úgy, hogy féltek. Látjátok, itt van a Tati Beauty, a Blood Sugar, Conspiracy és a James Charles palettám. Bár itt azért azt is meg kell említeni, hogy azért is kerültek egy külön fiókba, mert ezeket sokkal többet használom jelenleg, mint a többit. És a Jeffreysek azért, meg egyébként a James Charles-os is elég nagy helyet foglal. Úgyhogy célszerű volt egy külön fiókba rakni. Ezen kívül pedig ez egy ékszeres fiók volt, és az ékszerek átkerültek a gardróbba, és tudom, hogy nagyon várjátok már a gardróbtól, de Bence még nem engedi, hogy megcsináljam. Úgyhogy zaklassátok kérlek őt a gardróbtúros kérdéssel, és akkor hát, ha minél hamarabb megkaphatjátok. Ezeket már nagyon sokat láttátok, úgyhogy nem is mutogatom tovább, viszont hát ez már egy kicsit kaotikusabb helyzet. Ugyanis itt van minden egyéb palettám, amit azért, ha ránézszek, akkor látni fogjátok, hogy túlnyomó részben Kylie és Karaja. Itt vannak a kis 9-es paletták. Ez azt hiszem, hogy a Sorta Sweet, ez pedig a bronz lehet talán, abból ítélve, hogy mennyire le van kopva. És Too Faced, ez is Kylie, ez is Kylie, ez is Kylie, ez egy Elf. Ez a három mint Kylie, ez azt hiszem egy Maybelline paletta, ez Sephora-s, ez itt mind-mind Karaja. Ott bent is Karaja, ez a 100 forintosból megmaradt, összetört és kiszóródott. Szemhéjfesték, amit bár tudnék, hogy miért tartottam meg. Ott van a Kamu Kylie palettám, amiből megint csak van egy videó, amit hogyha nem láttatok, akkor itt meg tudjátok nézni a kis i betűre kattintva. Megtartottam, mert van még egy-két olyan videó, amihez szerintem tudom használni. Itt van még egy Sephora-s paletta, még Karajás paletta, idáig, és ez pedig a kis pindulpandúros kollekció. Ezután haladva tovább elérkezünk az alapozós fiókomhoz. Pontosítva egy kicsit. Itt minden szemöldök festéssel kapcsolatos dolog van, amit itthon esetleg használhatok magamon, bár elmondanám, hogy nem szoktam festeni a szemöldökömet, túl lusta vagyok hozzá. Ott bent a sarokba lehet látni a fixáló spréjeimet. Ezen a részen, és egyébként itt vannak a primerjeim, illetve egy krém. Itt is van egyébként Karaja, ez azt hiszem Essence, Benefit, Farsali, úgyhogy igen, ez is egy kicsit szét van esve. Itt egyébként, és itt is van még pár naptej, itt vannak azok a szempillaspirálok, amiket viszonylag szeretek használni, és itt pedig az összes alapozóm, illetve látjátok, BB krémek, különböző fajta, féle, színű, úgyhogy tényleg itt minden van. Ezután jön a rúzsos fiókom, ahol van egyébként rendszer. Ha nem is látszik, van rendszer, ugyanis itt van az összes matt rúzsom, itt bent az összes szájceruzám, és a belső kis rekeszbe van az összes ilyen hagyományos tekerős rúzsom, és az összes szájfényem. Egyébként ez az a fiók, amire a legnagyobb szükségem volt, mert talán a rúzs kollekcióm az, ami folyamatosan nő és nő és nő, és már nem volt helyem sehova rakni ezeket. Ja, és egyébként fun fact, ez nem volt benne eredetileg. Ezt, ahogy hoztuk haza, fiú gondos bepakolásának köszönhetem. De nem baj, mindig ők jutnak róla eszembe. És akkor végül, de nem utolsó sorban, a káosz fiók. Ez a fiók a mindenes. Hivatalosan ez lenne az eszközös fiók. Ne szörnyedjetek el, de ott van az összes beauty blenderem, amit mindig csak használat előtt mosok el, mert annyira lusta vagyok erre. Itt vannak a hegyezők, csipeszek, kis kefék, nem tudom én micsodák. Itt rózsakvarc roller, akkor ilyen mintaizék, fecskendő, fogkefék, meg
minden. Van itt egy csomag kis, hogy hívják ezt, vattakorong, fésű, bontatlan szivacs, ecsetmosó, meg egy tálka. Tehát jelenleg így néz ki a kis kollekcióm, és az az igazság, hogy végre úgy érzem, hogy otthonról a fontos dolgokat, hódmezővásárhelyről, amiket otthon hagytam, el tudom hozni, mert van helyem elpakolni. És bevágok ide nektek egy képet, hogy lássátok, hogy mi a cél körülbelül. Annyira nem vagyok már messze tőle, tehát egy tükör és pár tároló választ el, hogy őszintén megmondjam. De nagyon örülök neki, hogy végül rászántam magam, hogy most jött el az idő az asztalnak. Nagyon hasznos, tehát szükség van egy ilyen kis saját részre, ahova le tudom rakni a cuccaimat, nyugodtan tudok sminkelni, itt van a sötétítő függöny, el tudom húzni, akkor szemből jön csak fény. Tényleg úgy, ahogy a legizgibb sminkelni tudok sminkelni. Úgyhogy remélem, hogy nektek is annyira tetszett, mint nekem, hogyha bármi észrevételetek, tanácsotok van, hogy ti mit hogy pakolnátok, vagy hogy lenne egy kicsit célszerűbb, akkor azt a komment részlegbe írjátok le teljesen nyugodtan, nagyon szívesen fogadom. Ha bármi kérdésetek van, azt is írjátok meg nekem. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot is, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!